Volt, aki grillezett, míg mások bográcsban készítették el a főzőversenyre benevezett ételüket a július 1-én Lengyelen tartott köztisztviselői napon. Ez minden évben egy várt nap, hiszen a napi hivatali rutinból egy picit kiszakadni, egy picit más környezetben együtt lenni a kollégákkal mindenképpen egy nagyon jó összetartó társaságot tovább, még inkább összetartóvá tudja a társaságot kovácsolni, és mindenképpen mindenkinek úgy gondolom, hogy egy jó emlékekkel teli nap tud kerekedni a végén. Az idei évre szervezett esemény rendhagyó volt, hiszen két város önkormányzatának dolgozói jöttek össze egy kis kikapcsolódásra. A dombóvári és a bonyhádi hivatal közel 150 dolgozója vett részt az eseményen. Az ötletgazda Dombóvár polgármestere volt. Néhány évvel ezelőtt megszületett a fejemben gondolat, hogy a választókerület két nagyvárosa tartsa ezt együtt. Ibolyában abszolút együttműködő partnerem volt, amit én köszönök itt. Nyilván a mai nap arról szól, hogy mindenki jól érezze magát, elfelejtettük a szakmát, csak olyat csinálunk, amit a szürke hétköznapokon nem csinálunk, még látszott a kötélhúzáson is. Nyilván ezt úgy tűnik, hogy mondják, gyakorolták, mert kétszer is alul maradtunk, de remélem, hogy jövőre újra leszünk rajtuk, és készülni fogunk rá. 8 csapatra osztva mérkőztek meg egymással a hivatali dolgozók sorversenyben, kötélhúzásban, főzőversenyben és egyéb közösségkovácsoló feladatokban. Ennek a napnak azonban nem a versengés volt a fő mozgatója. Idén első alkalommal kerül sor erre a csapatépítő napra itt Lengyelen, ahol a két nagy önkormányzat, a választókerület két legnagyobb településének önkormányzata, illetve azoknak a polgármesterei, munkatársai vesznek részt. Örülünk annak, hogy itt vannak a dombóváriak, itt vannak a bonyhádiak, és a bonyhádi közös hivatal kisebb települései is elég nagy számmal tudtak eljönni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, reméli, hogy a csapatépítő nap jövőre tovább bővül, és a völgységi, valamint a kaposmenti települések is részt vesznek a két térség együttműködését erősítő kezdeményezésben.